Gróf Tisza István halálának 100. évfordulójára rendeztük ezt az emlékünnepséget, amelyet délelőtt 10 órakor kezdtünk meg. Akkor még művészeti produkciók is ugyebár tarkították a programot. Így például Szersény Gyula színművész elmondta Döbrentei Kornél a Rendíthetetlen lovak című fantasztikus erejű versét, amely Tisza István szobrának avatására íródott. Csak a végét, az utolsó 5 sort idézem, amelyben, mintha Tisza István üzenne nekünk. Ne tűrjetek további szívcserét, ám az ősi szűt emeljétek fel, a lelketektől megtelik élettel szobrom, a nagyisten legyen tanunk, kiírthatatlanul megmaradunk. Hogy a költői gondolatokhoz mit szól a történettudomány, az más kérdés. Dr. Raffay Ernő történész előadásának címe Tisza István és az első világháború. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Illdomos, hogy néhány urat üdvözöljek. Nem tudom, itt van-e, előlült Szűrös Mátyás, egykori köztársasági elnök úr. Szeretettel köszöntöm, ha itt van azért, ha nincs itt, akkor meg azért. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm Fodor Lajos vezérezredes urat, a Magyar Honvédség egykori parancsnokát, aki, ahogy hallom, most is rendkívül komoly beosztásban dolgozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 13.04-kor kezdem az előadásomat, és el kell mondanom önöknek, hogy amit hallottunk valamennyien, hogy Boros Péter miniszterelnök úr és Kassler professzor miniszter úr is a maguk rendkívül cizellált, nivellált és udvarias stílusába utaltak a belső ellenségre. Kíváncsi voltam az elmúlt 2 hétben, hogy Tisza István grófról, a meggyilkolt magyar miniszterelnök személyéről és arról az egész helyzetről most már biztos nem írnak még a balos hírportálok se semmi csúnyát és semmit. Hát tévedtem. Azt mondja, ezzel kezdem. Magyar Narancs, 2018. február 18. Haskó László, sebész orvos cikke. Részlet. Kidobta a Kossuth térről az első magyar köztársasági elnök mellesleg kitűnően ember művészi szobrát, helyére állítva a vadgeszt bolond, a csóvás ember grandiózus gicsemlékművét, akiben nem mellesleg Hermann úti villájában az elvesztett háborút végig szenvedő katonák egy csoportja bosszúból golyót röpített. Röviden, akit megölt a népharag. De ez még mind semmi. Ugyanez a Haskó doktor úr, remélem sebésznek jobb, mint elemző történésznek, a Népszava nem véletlenül október 23-ai számában azt írja, hosszas előzmények után, visszatalált viszont az országházhoz, gondolatjel, egy Nagy Imréhez hasonlóan pozitív történelmi szerepet vállaló ember, Károlyi Mihály gróf szobrának eltakarítása után, gondolatjel bezárva, egy másik szobor, Tisza István grófé. Most tessék, figyelj! Ez az utóbbi gróf lökte Magyarországot arra az útra, amely a trianoni szakadékhoz vezetett. Az nem meglepő, hogy akik visszahozták a vad geszti bolond, zárójel förtelmes, a kortársakat is megmosolyogtató szobrát, az úrnak magyarnak egyként rony gróf példáját is szeretnék követni. Ez utalás a mostani kormányra, de ezt most hagyjuk. Minden jel arra mutat, hogy sikerülni fog, noha szerintem túl nagy kockázatot vállaltak. Ha ugyanis, fejezi be a doktor úr az írását, megismerhető lenne a 20. század első éveinek hiteles története, kiábrándulnának azokból, akik Tiszát állítják például. Tisza jó vívó volt és szerette a családját, továbbá nem volt köztörvényes bűnöző. De ez az összes jó, amit el lehet mondani róla. Egyebekben áldott rossz ember volt.
rendíthetetlen soviniszta, és mint ilyen elvakult háború barát. Minden demokratikus gondolat és szabály gátlástalan szétrombolója, a parlamentarizmus gyilkosa, közutálat vette körül, négyszer kísérleteltek meg merényletet ellene, és vélhetően még sokkal többen tervezték. Maga is tudta, számított rá, hogy erőszak által fog meghalni, úgy is lett, ő hát a példakép, és hunnia, ő hunnia, úri trágyadombja. Kérem szépen, 2018. október 23. Népszava. Van még itt egy csomó idézetem, engedjék meg, hogy inkább előadásom tárgyára gróf Tisza István és az első világháború, vagy akkor sokan mondták a nagy háború témájáról beszéljek. Ezeknek a hozzá hasonló embereknek az írásaiban a kételkedek, hogy még a határozott és a határozatlan névelők is igazak-e. Valószínűleg nem. Nos, tisztelt hallgatóim, a helyzet az, hogy Tisza István gróf, amikor ugye kirobban a háború, stb. Ismerjük a történetet, 1914. december 22-én, tehát már 3-4 hónapja zajlik a nagy háború a különböző frontokon, tart egy nagy beszédet, a háború hatása a nemzeti jellemre. Ebből felolvasok egy pár mondatot, hogy lássuk, hogy a Nemes gróf, ez Széchenyi Steffi grófra írta valaki, ezért idézem, hogyan gondolkodott erről az egészről? Majd megmondom utána, hogy miért teszem fel ezt a kérdést. Tisza, idézőjel, ismét és ismét közel állottunk a háborúhoz, mármint hogy 14 előtt. Ismét és ismét nagy békeszeretetre, az önmérséklésnek, a hidegvérnek nagy fokára volt szükség, hogy megőrizzük a monarchia népei számára a béke áldásait. Én helyesnek tartom, hogy monarchiánk ez utolsó 5-6 esztendő változatos válságai között, 1908 Bosznia-Hercegovina annexiója, ugye erre utal, esztendő változatos válságai között megmaradt ezen békés politika mellett. Helyesnek tartom, mert most, mikor benne vagyunk egy világháború minden borzalmaiban, nyugodt lelkiismerettel, felemelt fővel mondhatjuk azt, hogy ezt a háborút nem provokáltuk, hogy ezt a háborút fel nem idéztük, és harcolnunk kell, és harcolni fogunk erőnk végső megfeszítéséig, de egy olyan háborúban, amelyek mások gonosz szenvedélyei idéztek fel ránk. Hölgyeim és uraim, abban a tekintetben, hogy elkerülhetetlenül szükséges volt-e a háború, mindnyájunk szeméről leesett a hájuk. A szerájevói borzalmas bűntén követő hetek alatt a vizsgálat felderítette ennek a merényletnek egész undok hátterét. Az a szomszéd, és itt lefesti a szerb királyi kormány, a Karagyorgyevics dinasztia mindenféle szép tevékenységét, és a végén megállapítja, hogy ezeknek a káros, romboló szenvedélyeknek szolgálatában egy rossz ügyet használva fel ürügyül, zúdította Európa összes népeire a mai világháború borzalmait. Reán kényszerítették a háborút. Lehet-e egy reán kényszerített háborút el nem fogadni? Amennyire áll az, hogy a legnagyobb bűn a Földön egy háborúnak szükség nélkül való provokálása, annyira áll az is, hogy hitvány, silány, megvetésre méltó, az életre nem érdemes az a nemzet, amely kitér a reál kényszerített háború elől. Gondoljunk csak bele, hogy is volt ez a történet? Olvasom szlovák, szerb és, hát én főleg a román szakirodalmat, román kollégáim munkáit. Egy furcsa állítás, majdnem mindegyik román szakmonográfiában benne van. Nevezetesen az, hogy a nagy háborút, a világ történelme 10 millió halottat okozó addigi legnagyobb háborút, az nem más, mint Magyarország, és azon belül nem más, mint gróf Tisza István, a gonosz, stb. Itt a Haskó féle, talán olvassák Haskó doktor cikkét, ezeket a jelzőket használják román kollégáim. Na már most, hát beletellett vagy 20 évembe, amíg rájöttem, hogy ugyanis pont az ellenkezője az igaz.
Ugye 14-ben két ember volt Európában, az összes nagyhatalom, kisország ilyenkor nem számítanak, összes vezető politikusa közül, Sir Edward Grey és Gróf Tisza István, akik valahogy megpróbálták elkerülni a háborút, hogy hogyan, miként, most nem ide tartozik, nincs is rá idő, mire az én drága, jó, szeretett román, bukaresti, jasi, kolozsvári kollégáim azt írják, hogy Tisza gróf az oka. Mondom, 20 évembe tellett, de lehet, hogy csak 10-be, míg rájöttem, hogy azért konstruálják meg ezt a gondolatmenetet mostani szeretett NATO szövetségeseink történészei, szlovákok és szerbek is, hogy bebizonyítsák azt, hogy a magyarok megérdemelték Trianont. A dologban ez a lényeg. Most nézzük meg, hogy mi volt az igazság ezzel szemben. Ha megengedik, felolvasom ennek a történetnek a két fontos dokumentumát, és akkor abból levonom a következtetéseket. Amikor megölték a trónörököst, azt a trónörököst, amelyik, zárójelben mondom, aki Ferenc Ferdinánd, aki 1909-ben meglátogatta Szinájában, a Peles kastélyban, én már mint a Peles kastélyt, mint Ceausescu Miklós kastélyát láttam, zárójel, bezárva a zárójelen belül, a román királyt, Hohenzollern Sigmaringen Karolt románul, ugye Károly királyt, az öreg Károly királyt, majd 14. október 10-én hajnali 4 órakor húny el, az öreg román király, és megbeszélte vele Ferenc Ferdinánd, hogy ha meghal a király, Ferenc József, és ő lesz a császár, egy, magyar királyá nem koronáztatja magát, kettő, fölkérte a román királyt, hogy a román királyság lépjen be a leendő Ferenc Ferdinánd császár vezette Habsburg birodalomba. Gondolom a Károly király nézett a főhercegünkre, Szent István koronájának örökösére, mint csóka piros kukoricára, ez nem szakkifejezés volt, és elmondta neki, hogy az lenne a pozíciója az országodnak, Romániának, mint például a Bajor királyság, és a többi, és a többi. És harmadik pont, a mi trónörökösünk, ezt, ahogy mi, ezt idézőjelbe kell érteni, azt mondta, hogy ha erre vállalkozik ő felsége, az ő kuzinja, a román király, akkor Erdélyt, vagyis Kelet-Magyarországot a Tiszáig megkapja. Na, ezt a trónörököst megölték, Magyarországon egy nagy sóhajtás hallatszott, ugyanakkor még egy másik sóhajtás, ami most mi lesz? Mi történik? Tisza Bécsbe utazik többször abban az időszakban, és július 7-én, tehát 914. július 7-én, 9-10 nappal a trónörökös megölése után egy közös miniszteri értekezlet volt. Ha nincs ott a király, közös miniszteri értekezlet, ha ott van, akkor koronatanács. Közös miniszteri értekezlet volt, ahol mindenki háborút akart, nem részletezem, Tisza azt mondta, hogy nem. Hazautazott az éjféli vonattal Budapestre, összehívta a kormányt, stb., és írt egy levelet a királynak. Ebből, nem tudom, ismeri-e valaki, ebből egy pár mondatot. Legkegyelmesebb uram, a Berlinből érkezett, egyébként igen örvendetes hírek, összeköttetésben a szerbiai eseményeken való fölöttébb jogos felháborodással, a tegnapi közös miniszteri értekezlet valamennyi más résztvevőjében azt a szándékot érlelték meg, hogy Szerbiával háborút kezdjünk. Véglegesen leszámolandók a monarchiának ezzel az ős ellenségével. Elég jó, pontos kifejezés. És így folytatja a nemes gróf. Én nem voltam abban a helyzetben, hogy ehhez a tervhez egész terjedelmében hozzájáruljak. És most indokolja a levelet a király számára. Szerbiának ilyetén megtámadása minden emberi számítás szerint Oroszország beavatkozását, és így a világháborút idézné fel. Halálpontos a magyar miniszterelnök. Ami mellett én a Berlinben ez irányban táplált optimizmus ellenére kénytelen volnék, kettő, Románia semlegességét legalábbis igen kérdésesnek tartani. Az ottani közvélemény szenvedélyesen követelné az ellenünk való háborút, és ennek a nyomásnak a jelenlegi román kormány egyáltalán nem, Károly király pedig igen nehezen tudna
ellenállni. És így tovább, és így tovább. Nem részletezem. Ez egy érvelő levél, és hogyha ezt elolvassuk, akkor ez önmagában véve bizonyíték arra, hogy gróf Tisza István nem akarta a háborút. Egyszer nem akarta a közös miniszteri értekezleten, 7-én, 8-án pedig levelet írt ő felségének, a királynak, második bizonyíték. De menjünk tovább. 918-ban, amikor Tisza már nem miniszterelnök, akkor egy valahol fogadáson, nem néztem utána, találkozott a Kolozsvári Egyetem híres professzorával, Marcali Henrikkel. És elkezdtek beszélgetni, Marcalinak több kérdése volt, hogy hogy is volt ez 914-ben. Elhívták Tiszát, rendkívül precíz ember volt, az utolsó, bocsánat a kifejezésért, paraszt embernek tömérdek levele a zsinati levéltárban fönnmaradt, 40-valahány doboz Tisza irat van, azt Maruzsa tanár úr is, magam is elolvastuk. Mindenkinek válaszolt, és hála Isten egy újabb bizonyítékot szolgáltatott Tisza arra, hogy nem akarta a háborút. Tessék csak hallgatni, azt mondja. 1918. január 25. Igen tisztelt tanár úr, 1-es pont, nem érdekes, 2-es pont. A világháború előzményeit illetőleg úgy áll a dolog, hogy a Szarajevói gyilkos, Szarajevó magyar neve, Szarajevó, egy régi szaráj helyén keletkezett, zárójel bezárva, Kőrösi professzorasszony sokszor járt ott. A Szarajevói gyilkosság után eszem ágában sem volt azt hinni, hogy ebből a háborúnak kell bekövetkeznie. Végtelen fájdalmamra és elkeseredésemre kellett a nyomozásnak a szerb kormány bűnrészességét megállapító eredményeiből, és Pásicnak, itt Pasics szerepel szerbül, Pásicnak, miniszterelnök, és a szerb diplomatáknak, valamint az egész szerb sajtónak hihetetlenül provokáló, a monarchiát gúnyoló és kicsinyülő kijelentéseiből arról meggyőződnöm, hogy fel kell lépnünk Szerbia ellen. Először azon az állásponton voltam, most az magyarázza Tisza, hogy annak idején miért fogadta el 14. július második felé után azt, hogy mégis lépjünk be a háborúba. Ezt meg kell magyarázni. Először azon az állásponton voltam, hogy a Szerbiához intézendő első jegyzékünk ne bírjon ultimátum jellegével. Majd hozzájárultam az érdekelt kormány férfiak többsége által javasolt ultimátumhoz, de annak szövegét enyhítettem. S abban a július 18-i minisztertanácsban, amelyik az ultimátum elküldését elhatározta, ennek előfeltétele gyanánt kívántam azt az egyhangú megállapodást, hogy A. pont, biztosítsuk Szerbia integritását. Területi integritásról van szó. Arra az esetre, ha az Antant be nem avatkozik. B. pont, ha általánossá lesz a háború, azzá lett. Mondjuk ki már most, hogy a monarchia területi hódításokat egyes stratégiai határ kiigazításoktól eltekintve, Negotini könyök, most nem részletezem, eszközölni nem fog. Ez a megállapodás jött létre a 18. minisztertanács volt, nem koronatanács volt, ő felsége Ischlben volt akkor, a háború előzményével kapcsolatos egyéb dolgok korábbi dátumok alatt történtek. No tehát, tisztelt hallgatóim, itt a harmadik, negyedik, ötödik, stb. Bizonyíték arra, hogy amikor megkapja, ugye az összes titkos szolga, az akkor legalább fele biztos Szerbiában dolgozott, és sok mindent földerítettek. Ha megengedik, ezt majd a megjelenésből kihagyjuk, de elmondom, milyen érdekes a szerb politika. Amikor 1990, talán 91 volt, nem emlékszem pontosan, a katonai hírszerzés parancsnoka, neve nem érdekes, jelentette a miniszternek, ott álltam Führ Lajos mellett, hogy a miniszter magához hívatta a szerb védelmi miniszter, 91, magához hívatta a beográdi katonai attaséinkat, és szó szerint a következőt mondta neki, én finomítva mondom, mondd meg a miniszterednek, hogy felmegyek a hadsereggel Budapestre, és letépjük a nemi szervét. Így szó szerint. Ott álltunk, Fül Lajossal néztünk egymásra, hogy ez előfordulhat? Hát ez előfordult. No,
14-ben el tudom képzelni, hogy Tisza gróf milyen jelentéseket kapott az akkori szerb kormány, illetve a szerb sajtó, a szerb diplomaták nyugaton hihetetlen, udvariasan fogalmazok, jellemtelen, magyar ellenes és monarchia ellenes tevékenységet csináltak, de a magyar ellenesség ebbe a monarchia ellenes tevékenységben hangsúlyozottan volt jelen, mert nem Ausztriától akartak elvenni területet, hanem mi tőlünk. Ugye a szerb-magyar ismeretes, hogy a Balaton déli partját szerették volna szerb-magyar határnak. Aztán leadták a Pécstől északra, Komlótól északra, zárójel Fekete-szét, Szegedet ketté osztották volna, a Új-Szegedi rész Szerbia lett volna, a Szeged mai belvárosa pedig Románia lett volna. Vagy fordítva, nem akarok rosszat mondani, tehát hihetetlen megdöbbentő dolgok történtek. No, tisztelt hallgatóim, az a helyzet, hogy 20 perce beszélek, tömérdek idő van, hogy amikor kirobbant a háború, akkor többen mondták, én csak egy mondatban ismétlem, hogy kérlethetetlen következetességgel dolgozott azon a magyar király miniszterelnök Tisza gróf, hogy a frontokon lévő hadseregeink mindent megkapjanak. Volt olyan pillanat, amikor, csak egy pár példát mondok, amikor Ausztriában már nem volt nagyon mit enni. Akkor az a parancs ment, hogy a magyar gabona a fölöslegből kapjon Ausztria. Az az Ausztria, amiről jobb, ha nem mondom el a véleményemet, nem Ferenc Ferdinándról, hanem általában a Judapest kitalálójáról, hogy is hívják a bécsi polgármesterről, aki a magyarokat meg a zsidókat utálta a legjobban a világból. No, még ha megengedik, Tiszáról szeretnék, Tisza a világháború alatti Tisza mint ember, milyen, hogyan, miként volt. Nos, 916-ban jött a román orvtámadás. 16. szeptember első napjaiban, ugye, amikor összehívták a képviselőházat, akkor a miniszterelnököt irtózatos nagy ricsaj fogadta az ellenzék részéről. Tese az, úgy viselkedett akkor az ellenzék, képviselőházi napló online rajta van, tessék elolvasni, mert ugye megőrültek volna. Az egyik újságban, ez mondjuk már korábban megjelent, most nem akarok az idővel játszani, tudják milyen cikk jelent meg Tiszáról? 910-ben, amikor elkezdte a román, magyarországi románokkal egy Ioan Mihu János nevű erdélyi román földbirtokossal, majd az öt román püspökkel és a két román érsekkel, külön egyházuk volt, ugye? Egyházi autonómiájuk volt Magyarországon a románoknak, a tárgyalásokat, akkor az egyik ellenzéki sajtóorgánum azt találta írni, hogy bezzeg Tisza, most tárgyal a románokkal, aztán majd még oda viszi ez a Tisza gróf Magyarországot, hogy majd ő, Tisza gróf, Bocskorban, Kolozsvár főterén, hórát, román népi körtánc, hórát fog járni az oláhokkal. Hát mindenbe következett ebből, csak Tisza gróf nem volt ott, mint tudjuk. Ugye? Tiszának a nemzetiségi kérdésről Kásler professzor miniszter úr elő mondta egy pár szót, erre nem térek ki, erről majd lesz egyszer egy külön monográfiám, már a levéltározáson túl vagyok, ugyanis román-magyar megbékélést akart. A könyvem itthon senkit nem fog meglepni, a Bukarestbe érdekes lesz. Mert most kellene azt csinálni a román politikának, amit Tisza csinált annak idején a román tárgyalásai során. Zárójel bezárva. Tisztelt hallgatóim, elmondok még egy történetet, hogy hogy viselkedett Tisza emberként. Ugye ő minden levélre válaszolt, ezt már mondtam. Egyszer kapott egy levelet, az két baka őrmester, tehát szárazföldi csapatok a baka őrmester, Krudinál olvasható baka hadnagy, az nem gúny, baka hadnagynak a szárazföldi csapatokhoz tartozó katonákat nevezték. Két baka őrmester írt neki levelet. A következő a történet, a Tisza iratokban megvan itt a református zsinati levéltárban. Bukarestben, amikor kivertük a románokat, szívem mondom, hogy kivertük a románokat Erdélyből, akkor 16. december 6-án von Mackensen tábornagy bevonult egy lovagló pálcával. Tehát nem géppistolyos páncélautóval, megtehette volna, de mutatta, hogy bizony ez a győzelem, ez megalázó románok részre, de nem ez a lényeg.
két őrmester kísérte. A két őrmester nyakukba kézigránát, hátukon Mallier puska, pisztolyok, minden volt rajtuk, mint a karácsonyfa, csak ugye más, azon más van. No, gondoltam magamban, hogy ez a két őrmester, ez biztos két ilyen szőke, kékszemű, szeplős germán katona, mert a németek elég jó katonaként viselkedtek az első világháborúba, és a Tisza iratok között fordítok egyet, és ott van a két testőr őrmesterének, két magyar őrmester volt a levele. Nagyságos miniszterelnök úr, legkegyelmesebb urunk, alázatosan jelentjük legkegyelmesebb urunknak, hogy mi vagyunk a testőrzői a Mackensen tábornok úrnak, két K-val Mackensen tábornok úrnak, és mi bizony most már tudjuk, hogy mi az életünket adnánk a tábornok úrért, mert nagyon jó ember a tábornok úr, de most már 3 hónapja, hogy megfizette nekünk a zsoldunkat. Instáljuk a miniszterelnök urat alázattal, hogy szíveskedjék közbejárni, hogy megkapjuk, mert fosztogatni, mint nem szoktunk. Tetszenek érteni? A román hadsereg bevonul Budapestre, 30-35 ezer vagon rablott szajrét viszel mindent, és a két magyar őrmester, a katona étosza, a katona erkölcse. Na kérem szépen, Tisza miniszterelnök azonnal intézkedett, és a katonák mindent megkaptak természetesen. Tömérdek időm van. Tisztelt hallgatóim, a helyzet az, hogy nem mutatom önöket több idézőjellel, inkább előbb fejezem be. Amikor 1917. október 17-én, ez Deák Ferenc születésnapja, Tisza gróf beszédet mondta a parlamentbe, és elmondta azt a beszédet, amit Maruzsa kolléga úr itt érintett, én nem érintem, mert elhangzott, hogy ezt a háborút elvesztettük, stb. Akkoriban mondott egy másik beszédet is. Az ellenzékhez szólt. Itt van valahol a papírjaim között, de arra már nincs időm, hogy felolvassam, hogy még akkor, a halála előtt pár nappal azon gondolkodott, hogy hogyan fordítja a monarchia, és már Magyarországban gondolkodott, ugye Vekerle miniszterelnök, harmadjára miniszterelnök, ekkor már bejelentette az együttbirtoklás megszűnését. Ez a dualista birodalom megszűnésnek a bejelentését jelentette, tehát Tisza ennek nem mondott ellen, bár 67-es politikus volt, ezt is hallottuk többektől, úgy beszélt, és arra kérte az ellenzéket, hogy most nemzeti egység legyen abban, hogy a veszített, tehát az elveszített háború után a magyar érdekből minél többet meg lehessen menteni. És utolsó mondatomként, ami nálam 5 mondatot jelent körülbelül, el szeretném mondani, hogy most valamelyik honlap, vagy a Demokrata, vagy a 888 ilyen interjúkat csinált velem, és az egyik fiatal újságírónak egy nagyon jó kérdés jutott eszébe. Az, hogy tessék mondani, tanár úr, 18. október végén volt-e jobboldali lehetőség a hatalom átvételére és megtartására? Ott gondolkodtam el, hogy volt-e. Ugyanis akkor két erős ember volt. Egy civil, meg egy katona. Gróf Tisza István és Horthy altengernagy. Horthy azt írja a memoáriában, hogy otthon ültem Kenderesen, és hallgattam a fű növését. Azaz ott feküdtem parlagon, nem tudtam csinálni semmit, mert nem volt se pozíció, se hadsereg, se semmi. No, ezért ölik meg Tisza Istvánt. Ezért ölik meg Tisza Istvánt. A Csere Péter doktor könyvét ismerjük, remélem mindenki, aki nem vegye meg, lehetőleg rögtön, majd ő elmondja a gyilkosság konkrét lezajlását, sajnos, de az az igazság, hogy én úgy látom, hogy Tisza grófot megölésére jóval előtte már készültek. Elolvastuk valamennyien, te is, magam is, a budapesti székesfővárosi levéltárban kiemelt munkásmozgalmi perek alatt szereplő, ilyen címen szerepel a Tisza gróf elleni, gyilkosok elleni bűnper, és bizony abból kiderül, hogy készültek rá.
Készültek rá, a 7 ember közül 2 szabadkőműves volt, és aki még pluszba golyót röpített bele, Pogány József, született Schwarz, ő pedig Jászi Oszkár Martinovics páholyába, Ady Endre egyik jó barátja volt. Félelmetes dolgok ezek. A helyzet azonban az, és ide szeretném kihegyezni az előadásom kifutását, hogy meg amit Kondor Katalin mondott, hogy hol vannak a magyar férfiak, stb. Tisza gróf egy magyar férfi volt, aki minden körülmények között a nemzetét, nemzeti érdeket nézte, hogy konzervatívként liberális volt, liberálisként pedig erősen konzervatív volt, erről Maruzsa tanárunk beszélt, teljesen egyetértek vele, és ha meg is ölték, és ha még most is gúnyolódik Haskó doktor a gicsparádé, állítólagos gicsparádé szobrán, példakép Tisza gróf, tessék megnézni a középső képet, íme egy magyar államférfi. Köszönöm szépen a figyelmüket!